Magánmetropoliszok, Latarka Galéria. A kiállítás a városi léttel, annak kihívásaival, ellentmondásaival, illetve az ezekből adódó társadalmi, építészeti, művészeti kifejezésekkel foglalkozik. A kiállításra meghívott művészek érdeklődésének középpontjában az épített környezetben élő ember áll. A városi közegben, mint élettérben, a föld lakosságának jelentős része éli életét, keresi boldogulását, végzi munkáját. Ezek a helyszínek spontán módon, hol tervező asztalon születnek meg. Az alkotások izgalmas összefüggésekre fókuszálnak, érdekes városi karaktereket mutatnak be. Ezek a karakterek sok esetben maguk teremtik meg belső világukat, még akkor is, ha a világ legnagyobb városaiban élnek, ezek a magánmetropoliszok képesek aztán elviselhetővé tenni a hétköznapokat, menedéket adni egy párhuzamos univerzumban. A kiállítás ezáltal minden életútját a város kontextusában kereső emberről szól, arról, ahogyan ezt az épített belső világ olykor a város dinamikájával ellentétben állva működtet minket. Szóval jó estét kívánok mindenkinek a Latarka Galéria aktuális kiállításának a megnyitóján. A művészeket külön köszöntöm, Szatmári Gergely, Baratnyi Zsombort, Kerekes Gábort és Majer Évát. A kiállítás címe Magánmetropoliszok. Amikor elkezdtünk ezen a kiállításon gondolkozni, akkor igazából nagyon sok minden volt a fejünkben még, nem is a cím volt az első gondolatunk, hanem olyan művészeket találtunk, akik elindítottak ezen a gondolat folyamon, és aztán végül összeállt a koncepció. Az aktualitásáról pedig csak néhány szót mondanék, mielőtt átadom a szót Jáki Mónikának, aki nálam sokkal inkább szakértője ennek a témának. Vele beszélgettem, amikor rákérdezett erre egyébként, hogy tulajdonképpen mi is az aktualitása ennek a Magánmetropoliszok című kiállításnak. És akkor így hirtelen nem tudtam rá mondani semmit, de aztán ez a kérdés elültette a bogarat a fülemben, és végig gondolva tulajdonképpen elég nehéz helyzetbe kerültem, mert ha belegondolunk, ennél igazából nincs is nagyon aktuálisabb téma itt Budapesten, Magyarországon. Sajnos egyébként többségében negatív példák jöttek elő a gondolataimban. Napi szinten téma, ha azt vesszük, a Liget beépítése, a római part sorsa, de talán ami most igazán aktuális és elkészült, elrettentő példaként, ugye ez a Moszkva sétány nevezetű dunaparti fejlesztés. Most én itt belemehetnék építészként abba, hogy mi miért nem jó, mi az, ami elhibázott, és tulajdonképpen lassan kezd ez a város a elszalasztott lehetőségek városa lenni, és mindenek ellenére azt gondolom, hogy talán pont ezért is fontos az, hogy egyéni szinten, kisebb közösségek szintjén, civil kezdeményezésként kibontakozó helyi, lokális projektek olyan súlyt kapnak, amit talán korábban nem is gondoltunk volna, hogy mennyire fontosak. És akkor itt visszakanyarodnék ugye a kiállítás címéhez is, hogy ez a magánmetropoliszok ezt a kérdést feszegeti, hogy ezekben a hatalmas városokban, akár Észak-Amerikát, Ázsiára gondolunk, de most ez igazából akár Közép-Európára, Budapestre is igaz lehet, hogy egy ilyen távvezérelt, lényegében szűk politikai köröket kiszolgáló gazdasági érdekek mentén végig erőszakolt városfejlesztési projektek ellenében lehetséges-e az, hogy tényleg helyi közösségek vagy egyének saját maguk számára tulajdonképpen egy párhuzamos univerzumot teremtsenek, és abban az ők is magánmetropoliszukat kialakítsák, az ők is világukat élhetőbbé tegyék. És akkor át is adom a szót Jáki Mónikának, városfejlesztő és kulturális szervező, és hát bízom benne, hogy nagyon sok szép és jó példát tud mondani majd arra, hogy miért is van értelme annak, hogy összefogjunk és kiálljunk akár csak a szomszéd park egyetlen fájáért is. Remélem így fogok tenni, ahogy mondtad. Sok szeretettel köszöntöm a művészeket, hozzátartozóikat és az érdeklődőket, akik a mai péntek délutánjukat erre a Magánmetropolis témának a megismerésére szentelték.
Én külön köszönöm Istvánnak, hogy itt lehetek, és nagyon megtisztelő ez a felkérés. Egy kihívás is számomra, hiszen városfejlesztőként azért a művészeti oldalról láttatva a várost picit másképp kezdtem el gondolkodni, amikor megkaptam ezt a felkérést. Istvánnal azért már volt közös projektünk városfejlesztés témában, meg is valósítottunk, aminek szintén művészet és városfejlesztés alapja volt. Azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés egy kihívás is egyben, mind a városfejlesztési szakmának is. Engem városfejlesztőként mindig a város kellett, hogy érdekeljen, de a város az emberek nélkül nem létezik. Ezt nagyon sokszor el is felejtjük, és nem is számolunk vele. Azt gondolom, hogy az itt látottak újra értelmeztették velem magát a várost, és az, hogy a középpontban az ember van, és az embereknek az interakciója az, ami számunkra fontos kell, hogy legyen. Én nagy tisztelettel adózom mind azoknak az embereknek, akik művészeti vonalon, önkifejező módon tudják megragadni a várost, és bármilyen témát láttatni tudnak. Kevésbé mondhatom el ezt a városfejlesztőkről, hiszen ők, amit terveznek, azok sok-sok évtizedek múlva lesznek csak láthatóak, ha egyáltalán a tervezőasztal után a megvalósulás irányában indulnak. Összeírtam nagyon sok mindent, hogy miről szeretnék beszélni. Föl is tudnám olvasni, biztos érdekes lenne. De hogy most megláttam önöket, az Istvánnal előzetesen beszélgettünk, egy picit más irányba kezdtem el a megnyitó szavaimat komponálni, úgyhogy el is rakom ezt, amit én összeírtam. És inkább arról beszélnék, hogy mindazáltal, hogy milyen benyomást tettek rám a képek, hogy is működik ez a város, vagy hogy is működnek a metropoliszok. Budapest már a 2000-es évek derekán potenciálisan egy olyan városközponti szerepet tudna ellátni, ami ennek a közép-európai városnak a metropolisza tudna lenni. Sajnos azok a keresleti igények, az új gazdasági igények megjelenésével a tervezési oldalon nem jelentek meg azok a városfejlesztési tematikák és készségek, amelyek ezt a gyors városnövekedést és igényeket ki tudták volna elégíteni, illetve tervezőhetővé tudták volna tenni. Magyarán a kereslet sokkal előrébb tartott, és a fejlesztések, illetve maga az igényeknek a korszerű megteremtése, minőségi környezetek létrehozása nem történt meg. Ez sajnálatos módon a mai napig így van. Én azt gondolom, hogy azok a meglátások, amik az alkotásokban felénk hozzánk szólnak és megérintenek, azok mind-mind ezeket az anomáliákat boncolgatják. Az elidegenítés, a város, a terek használata, a közösség, az egyének, az egyénes a közösség, azok a mesdjék, amik például egy-egy közösségi tér és az individuális vagy egy egyéni tér közötti határok, azok mind-mind itt minket körülvesznek. Ez egy nagyon jól összeválogatott kiállítás. Én azt gondolom, hogy az összes városfejlesztő kollégámnak, urbanista szakembernek ide el kéne jönnie, mert azt gondolom, hogy a művészek sokkal előrébb tartanak azokkal a gondolatokkal, azoknak a problematikáknak a megfogalmazásával, amivel még a városfejlesztők a mai napig nem tudtak azonosulni. Ha azonosultak is vele, a megoldásokat egészen más eszközökkel és másképpen látják. Én köszönöm egyáltalán a művészeknek, hogy ők felvetnek problémákat, hogy arra a megoldásokat is azért oda teszik fricskával vagy nem fricskával a látogatóknak vagy a nézőknek. Sokkal mélyebb érzésekkel és sokkal mélyebb meglátásokkal bírnak, mint azt gondolom, hogy maga a szakma. Az István a felvezetőjében mondta, hogy meg amikor felkért, akkor is említette, hogy
hogy egyéni vagy kollektív ez a dolog. Én azt gondolom, hogy a kollektív vitás a civil létben van. Tehát az a civilitás, az alulról jövő kezdeményezések általi városfejlesztés reálisan látja és reális irányba tudja terelni a magát a térrészeknek, a városi közösségi tereknek a fejlesztését, jobban, mint a kollektív energia. Én azt látom, a saját tapasztalatomból tudom, hogy egy-egy közösségi téren megjelenő energiák, interakciókból adódó együttállások sokkal meghatározóbbak, mint azok a kollektív gondolkodások, vagy azok a ráható erők, amik kívülről, akár azt is mondhatnám, hogy erőszakos módon próbálják megfogalmazni és megvalósítani ezeknek a tereknek a használatát. Itt láthatunk térhasználatra is nagyon sok példát. Én azt látom, hogy a mai napig a városfejlesztésben hiányzik az az elem, ami a negatív tereknek, tehát a köztereknek a tervezésével foglalkozik. Mindig az épületek a meghatározóak, és az épületek mellől lehulló terekkel valamit kell kezdenünk. Közben az igazi élettér az a közösségi tér lenne. Kerekes Gábornak a műve ragadott meg ebből a szempontból, mert ő az, aki kizárólag csak is az épületek foglalkozik. Az egyik képén egyáltalán nincsenek emberek, hanem egy összerakott, egy vizionáziált város, ami egy épület halmaz. A másik képen ugyan vannak emberek, de igazából nem szereplői annak a térnek, amit ő oda alkotott. Amikor először láttam a képet, akkor arra gondoltam, hogy lehetne ez egy olasz kisvárosban egy hegyi falunak a házai, ahogy összeépülnek. Csak ahogy megláttam a színeket, a formákat, belenéztem abba, hogy milyen formákat és hogyan használt, azt látom, hogy ez tulajdonképpen egy egymásra rakódó valósághoz közeli, de azért egy elidegenítő érzetű metropolisz térérzet, amiben mondom, hiába vannak ott az emberek, nincsenek benne az emberek. Mayer Évának a táblás képeinél városfejlesztési szempontból az ragadott meg, hogy ott vannak azok az irányító táblák, egyik képen irányító tábla, másik képen többnyire a sebesség táblák vannak, és mindegy-két képen ott van egy-egy ember, de egyedül, tehát individuumként van ott. Tehát a társadalom, vagy az összesség, vagy a térérzés, most, hogy táblákkal jelenik meg, nyilván ez egy érdekes jelenség, de hogy az iránymutatásra, meg a sebességmutatásra a táblákat használja, de közben a belső individuum, ami nem színes, de ott van, tehát szürkén láthatva, az, ami a képben a fontos. Tulajdonképpen egy ellentétpár, az iránymutatás egy haladási irányt mutatna, de egy szobabiciklin valaki egy helyben áll, aminek nyilván van sebessége, de egy helyben van. A másik képen pedig egy ágy, ami szintén egy belső térnek a szegmense, és azon pedig szintén van egy darab ember, aki ugye Évával az elején beszélgettünk pár szót, egy jóga pozícióban van, nem tudom, hogy mindenki jogázik-e, hogy mennyire ismeri ezeket az ászanákat, de hogy ez az ászana, amit a lány csinál ezen az ágyon, az egy gyertyaállás, ami a jogában az ászanák ászanája, tehát hogy ha bármi problémád van és nem tudod, hogy merre induljál, akkor ez az az ászana, amelyik teljesen összehangol, és minden test és lelki egyensúlyt megteremt ahhoz, hogy te utána valamennyire újult erővel elindulhass a saját utadon. Szatmári Gergelynek a fotói, arról írtam pedig magamnak, mert az volt az első, amivel foglalkoztam. Nekem az ragadott meg ott, hogy ez a kint és bent élményével játszik, illetve az áthatást érinti. Tehát, hogy vannak olyan
a határa a kintnek és a bentnek, annak olyan képei, amivel, ahol ezt éreztem. És a találkozás a fő gondolat, a kapcsolódások minősége, valamint a tömeg versus egyén, akár elidegenő voltja. Ezt én első ránézésre így éreztem, de ő egy valós teret hoz, tehát ugye egy valóság. Tehát azért kezdtem a másik kettővel, mert az ugye nem annyira a valós tér, hanem az egy képzelt tér, ez egy képzelt világ. Ez egy valós tér, de abban is érződik ez a fajta fricskázás, viszont ezekkel a játékos dolgokkal mindig ez az egyén versus tömeg, és ki a fontosabb. Ez azért érdekes, mert az én gondolatom ugye a város kapcsán a városi terekre is fókuszál, és a városi terek azok, ahol ugye az ember valamennyire interakcióba kerülhet a másikkal, és itt nagyon szépen megfigyelhető, hogy melyik művész hogyan közelítette meg ezt a térérzet témát is. Kit nem mondtam? Zsombort, igen, bocsánat. Tükröződés, csillogás, külön játékossága meghatározza a térérzetet, dominál az ember és a városi létérzése. Nekem ezek a képek inkább az érzésekről szólnak. Tehát, hogy ott nem nagyon tudtam volna belemagyarázni semmilyen városfejlesztői, semmilyen művészeti kapcsolódást, mert csupán az érzések jöttek belőlem elő, ami azért fontos, mert, és visszakanyarodok zárszóként, ahol az elején kezdtem, hogy a városfejlesztőknek ezt a fajta érzést kellene valamilyen módon megragadni, valamilyen módon ezekkel az érzésekkel, ezekkel a térhasználatokkal, ezekkel a felvetett problémákkal kellene foglalkozniuk, és nem kizárólag a tervezőasztal mellől megteremteni egy valóságot, ami soha nem lesz igazából valóság. A civilitás kapcsán már csak egy rövid gondolat a pozitív példára, hogy én a Bartók Béla bulváron tevékenykedem egy 3 éve ilyen kulturális vonalon. A városfejlesztést én már egy jó pár éve úgy értelmezem, hogy önmagában nem áll meg. Sajnos nincsen szakmán belül olyan kapcsolódás, vagy olyan szakmai konstelláció, amiben érdemes lenne a régen volt igazi városfejlesztési attitűddel megvalósítani városfejlesztési projekteket. Viszont kulturális alapon és civil alapon alulról jövően igen. És erre nagyon szép és jó példa ez a Bartók Béla bulvár, ahol tényleg 3 évvel ezelőtt indult el valami alulról jövő összefogásként, és kulturális szegmensben próbálják napi szinten építeni a várost, és azt gondolom, hogy egy olyan példaértékű megmozdulás, amiért érdemes már városfejlesztőként dolgozni, és amiért még nem hagytam el ezt a szakmát. És köszönöm a művészeknek, hogy ezt az érzést, hogy érdemes városfejlesztőnek lenni, ezt az érzést megkaphattam, valahogy megnéztem azt a kiállítást. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kitartóan megdolgoztunk a kis frissítőre, mivel készültünk fent. Én csak annyit tennék még ehhez hozzá, mert nagyon sok útravalót kaptunk, hogy úgy, ahogy a művészek egy egyéni szemszögből egy új perspektívát mutattak a városi tér és az egyén kapcsolatának a viszonyában, ez a képesség igazából mindannyiunkban benne van, hogy picit elengedjük a rutint, és akár ilyen Bartók Bélás vagy egyéb kezdeményezésekhez csatlakozunk. Szerintem senkinek nem szabad alábecsülnie magát, mert az élete során biztos vagyok benne, hogy mindenki kerül olyan döntéshelyzetbe, ahol igenis tud tenni akár csak a közvetlen lakókörnyezetének az alakulásáért, de akár egy olyan pozícióban a város hosszú távú fejlődéséért.
Köszönöm szépen a művészeknek, hogy hozzájárultak a kiállításhoz, Mónikának a szenzációs megnyitó beszédhez, és nektek, hogy eljöttetek.